December eleje óta minden vasárnap a templomokban is meggyújtják a gyertyát a várakozás szimbólumán, az adventi koszorún. Az itt elhelyezett négy gyertya négy vasárnapot jelenti. A katolikus hagyományban a három lila és az egy rózsaszín azt jelzi, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján van okunk az örvendezésre is, mert közel van már karácsony ünnepe. A gyertyák mellé fogalmakat is rendeltek, így a három lila is más-más üzenetet hordoz. Az elsőhöz a hit kapcsolható, a másodikhoz a remény, a negyedikhez pedig a szeretet, a harmadik gyertya az öröm szimbóluma. Ezek a liturgikus színek a katolikus egyház szertartásain is megjelennek a miseruhákon és a díszítésben. Hát az advent az az egyházban egy gazdag tartalmú időszak volt. A templomokban is sok programot szoktak szervezni, meg családoknál is, magánházaknál is. Most is amerre megyünk, látjuk már egyre több a fény, a kivilágított ház, a kivilágított lakás, és nem csak a templomokban állítunk koszorúkat, hanem nagyon sok család is elkészíti az adventi koszorú gyertyát, gyertyát gyújtanak. Lehet, hogy most a pandémia miatt különösképpen is, hát kevesebben jönnek a rarátékra, de azért az otthonokban úgy akarva, akaratlanul is át kell érezni azt, hogy itt most ünnep közeledik, és hát van, akinek fárasztó is, de mégis azért nagy izgalommal és várakozással készülődünk. Az első adventi koszorút a hagyomány szerint Johann Hinrich Wikern, német evangélikus lelkész készítette 24 gyertyából, aztán már csak a négy vasárnapit tartották meg. A gyertya Jézusra emlékeztet, aki a világ világosságaként jött közénk. A protestáns felekezetek számára is mind a négy vasárnapnak megvan a jelentősége, és mindegyik gyertya más-más gondolatot hordoz. Nem tartom különlegesebbnek, mint az eddigi esztendőkben. Talán csak annyiba, hogy sajnos már második esztendője, hogy a járványnak az árnyékában élünk, és bizony azért imádkoztunk az istentiszteletet megelőző ima közösségben, ima órán, hogy az Úristen úgy irányítsa, vezesse a történéseket, hogy jelenlétben jöhessünk majd és lehessünk itt az istentiszteleten, és felszabadultam. Úgyhogy mi erre készülünk, és hát vasárnapról vasárnapra próbálunk szívben készülni arra négy valóságra, amit számunkra az advent jelent. Vagyis az, hogy eljön az ünnep a számunkra, másrészt, hogy Jézus jelenjen meg az életünkbe, és legyen annak az ura, harmadrészt, hogy egyszer majd eljön az életünk utolsó pillanatában, és negyedszer pedig, hogy az ő ígérete szerint visszajön, hogy találkozzunk vele. Úgyhogy ez a négy fontos gondolat van most az életünkben, és talán az, hogy most különösen is felgyorsultnak látjuk a világot abban, hogy olyan tendenciákat látunk, hogy ami szent számunkra, ami tiszta, és maga az örökkévaló való Isten, a sajnos nem mindenki számára szent és tiszta. Ezt látjuk hírekbe, újságokban, különböző híradásokban, de mi tudjuk azt, hogy nekünk egy győztes és diadalmas urunk van, akit mi várhatunk, aki megjelenik karácsonykor, és aki majd aztán nagypénteken az életét adja értünk. Az európai hagyományokhoz szokott embereknek furcsa lehet, hogyha az adventi koszorún nem négy, hanem hat gyertyát látnak. Pedig akármilyen hihetetlen, az adventi várakozási időszak az 5. századig 6-7 volt. Ezt a szokást tartották meg a bizánci rítusú egyházak, ami a néphagyományban is fontos szerepet játszik.